Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit Deskemes Car Crash Compilation-ös csattanóban. Bocsánat, még Road Rager ki van egészítve az egész, vágjunk is bele, nem akarom szaporítani tovább a szavakat. Road Warrior TV. Elcsúszott egy kicsit a kanyarról. Jó, hát hál' Istennek nem sérült meg úgy nagyon senki valószínűleg. Legalábbis csak remélni tudjuk. Ó, kisgyerekkel ráadásul. Hát hova megy az? Ez hova megy az? Ja, ő nem gyalog megy tovább. Jó, jogos. Olyan jók ezek a balta verziójú videók. Oh. Telibe piros lámpán áthajt, rendőr ott van oldalt. És ráadásul ott ég is az autó. Ezek, amiket kurva egyszerűen el lehetne kerülni. Itt meg rá. Ja, azt hittem, ott lesz csattanás. Nem, még itt se. Ott kikanyarodik. De belement? Ezt innen nem láttuk. Azok valószínűleg ott karamboloztak, igen, egy kicsit. Hollandia, na végre, Európa. Hoppá! Ez hülye? Teljesen hülye volt az a teherautós. Igen, átmegyek, megnézem már mi van. Volt élek jelenléte a rendőrnek. Igen, ezek a mindenféle félreállások autópályán, akár igazoltatások, akár ilyesmi, ez rohadtul veszélyes. Volt is ebből egyébként nem is olyan régen az M3-ason egy ilyen baleset, amikor feltorlódott a kamion sor, mert ami kamionos ellenőrzés volt, aztán valójában a koronavírushoz volt köthető, még a határzár előtt volt, és feltorlódtak. Már nem a kivezető sávon, hanem rendesen a szélső sávon már egy több kilométeres kamionsor feltorlódott, és az egyik román kamionos az így belerongyolt ebbe a sorba, mert nem vette észre. És egyébként itt is az van, hogy ugye amikor félreállnak, amikor elfoglalnak egy sávot, mondjuk itt rendben a leálló sáv volt az, amit elfoglaltak, de akkor is veszélyes. Nálunk egyébként, ha jól tudom, nem nagyon divat ez, hogy autópályán csak úgy félreállítanak valakit. Úgy szokták csinálni, hogy kikísérik az első pihenőig, mert ott azért mégiscsak biztonságosabb. Igen, ó, ez jó, ezt szeretem, amikor elől-hátul kamera van. Utol fogja érni. Aha. Boom. Ó, és még pont nem ment bele az előtte lévő autóba. Hogy de? De lehet, hogy pont hozzáért. De szerintem ott anyagi kár nem nagyon keletkezett. Persze, gyere ki, nyugodtan. Tú, ez valami nagy dög autó lehet, hogyha a másik autó van, aminek már gyökkettővel menne ki. Abban is ekkora kár tud, vagy hát abban is ekkora kár tud okozni. Igen. Ne! Jaj. Ja nem. Azt hittem, hogy összeütköztek. Mert várjál, hogy volt ez most itt összeszerkesztve ez a videó? Ezt nézzük csak vissza.
Igen? Ja, már elment mellette az az autó. Én azt hittem, hogy így van telibe a vágás, hogy ott hátul vége, és elő folytatódik a matek. Itt egyébként záróvonal van? Nem, nincsen záróvonal. Tehát igazából itt, most lehet, hogy én látom rosszul a dolgot, és ugye nincsen záróvonal, ő előz, mert szabályosan előz, valószínűleg most kezd el éppen előzni, igen, és hát de megy az index, de akkor is a halottas kocsi az, amelyik, nem mondja, hogy ilyenkor úgy van, hogyha bekanyarodsz, meg kell győződni akár arról is, hogy nem előznek. Albuquerque, New Mexico, Walter White-ék. Ennyi. És utána megy, ennyi. Ó, ezek a legjobbak, amikor két sávot jön ki, és nem tudod, hogy miért. Rendben, hogy megszűnik, de nem csinálunk ilyet, hogy két sávot megyünk ki. Oroszország, végre! Ezek a legjobbak. Telibe trafálja a mentőt. Igen. Itt rendesen van még egy ember, aki felügyeli ott a rendet egy kereszteződésben. Hát ilyet se láttam még. Persze. Ez... Ilyet viszont már rengeteget. Igen, meg gyorsan fényképezzétek le, mert mi van, hogyha meglóg. Igen, megáll. És ki fog áthajtani. Ott. Wow. Megúszta. Igen, a kérdés jogos, hogy ez mi a picsa volt. You didn't get anybody that told you that my mama was a crackhead or did crack. You didn't get anybody to say that. Ezek a hóátfúvások is. Jáj! Hát figyelj, én azt mondom, hogy még ezt olcsón megúszta. Igenkor egyébként... Kérdés, hogy mit tudsz csinálni, hogy mi a jó megoldás. Igen, szintén keltváros Amerika. Kisgyerek. Jajaj. Igen, jön a FedExes. Ott... Jaj! Ez igazi amatőr hiba. Ennyi. Be se kanyarodik. Minek? Most már ennyi. Ezt akarta kihozni. Egyébként veszélyesek ez ilyen
mondjuk úgy parkolók, akár ipari területek, ahol nincsen felfestés, semmi felfestés. Nem tudod, hogy most ki, kinek, hogyan, ki merre mehet, hogyan mehet, mert láttam már ilyet, mert vannak ilyen akár parkolók is, ahogy, hogy egyszerűen semmi felfestés nincsen, mindenki úgy áll, ahogyan akar, ezért mindenki másképp értelmez ilyenkor dolgokat. Tehát van, aki rendesen, így mit tudom én, akár ilyen halszákába áll be, és van, aki meg keresztbe az egészen. És jó, tudom, itt nem parkolással kapcsolatos volt a dolog, de itt is kinek van, milyen, ki honnan indul, ki mit, hogyan, hát igen. Ilyenek vannak. Srácok, ennyi volt, köszönöm a figyelmet, azért túl sok rage nem volt benne, legközelebb megpróbálok egy olyat keresni, amiben ilyen, tényleg ilyen rage-es, kiakadásos sztori. Köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!